Start. Elsőnek kifutása nekifutása eljön a Mikulás Gyárdi. Hát vegyesen fordultak itt azért a favoritok. Pesőnglip nagyon jól kezdett, hozzá képest egészen gyatrán Lévi is vannak gondjai. És az a Zsultana Zsetter is repülő tartott, vett szinte hátulról Horváth György, De Hát Pesőnglipfez még ő is így is csak közelíteni tud. hogy már ők ketten elléptek a többiektől, az üldözőpolyt pedig Timoko RL vezeti a zárkózó Livi Kikofosz képest. Sharon galopozi kiesik a versenyből, érkezik mellé kívülről Junik Will, és Oltán Diamant is most már szépen megkezdte a zárkózást. Persze Griff diktálja folyamatosan a tempót, szóval a Jettel, hát mondjuk így, hogy a nyomában kettő között nagyjából két-két és fél hossz lehet a távolság, még Timoko erre lepróbálnak próbálnak egy kicsit közelebb jönni, és hát Jóni Will is egészen dinamikusan zárkozik. Gondjai vannak, Lévi Kikovnak folyamatosan maradozik, levéletlenül, hogy őt is diskvalifikálni fogják, így van. Oltámer mert Diamant zárja tulajdonképpen a sort. Egy kör van hátra, öten maradtak versenyben, vezet Passion Griff, mögötte nagyon közel van szó, utána Jet. Ez a két ló egy kicsit meg is szökött a többiektől, aztán jön Timoko RL, illetőleg Unique Will. Elől tehát a Pes Ocean Griff Lászlóval egészen jó startot tudott venni, de még nála is jobbat a neki 20 méter előnyt adó Szultána Jet, aki ett függetlenül már csak egy hossznyira van a vezető lótól. Timoko Erel követi őket, aztán Junik Will, majd pedig föltűnt a hűséges oldtimer Diamant, aki megint pénzt vért majd haza, de könnyen lehet, hogy dobogóra esetleg nem fog tudni fölállni. Az élen változás nem történt, sőt az egész mezőnyben mert azt láthatjuk, hogy oldtimer Diamant igyekszik az élbolyhoz csatlakozást találni, és egyre közelebb üget Junik Willhez, aki jelenleg a negyedik pozícióban üget. Azonban folyamatosan elő van Pessön Passion Griffnek azonban véletlenül készülnie kell majd egy komoly támadás a Sultana Jettől, akkor amikor ráfordulnak az utolsó fordulóra, harmadik helyen meg még Timoko Erel. Passion Griff még mindig vezet mögött a Sultana Jett, egyre közelebb, most már szinte tapad a vezető lóra, két hosszal követőket Timoko Erel, Unique Will, sincsenek messze, de egyelőre két favorit csatájára van kilátás az utolsó 300 méteren Sultana Jetet, most veszik ki hajtó és meg fogja támadni a befutóra fordulva Passion Griffet, Sultana Jet, erősebbnek tűnik, Sultana Jet, támad, a falon egyelőre próbál védekezni, egyet, Sultanajet, egyet. most már előre Pesöngrif támad vissza, Pesöngrif vagy egyet. Timoko erre lesz a harmadik, az utolsó 30 méteren belül, Pesöngrif belül vissza tud jönni, egyet támad, Pesöngrif azonban visszatámadott és megnyerte a futamot, Pesöngrif mögötte egyet a második, Timoko erre lesz a harmadik, mögöttük jön Unique Viri, illetve Oldtimer, Diamant.